minden kicsi gyereket, Jézus szeret, minden kicsi gyereket, Jézus szeret, minden kicsi gyereket, minden kicsi gyerek jöhet hozzá. Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a kedves szülőket, az iskolába készülő Bárányka csoportosokat és minden kedves Betlen óvodásunkat. Különleges évet zárunk, így az óvodától való búcsúzás is különleges. A rendkívüli helyzet úgy alakította a nevelési évünk utolsó időszakát, hogy egészségünket otthon, biztonságban kellett óvnunk. Feladatunknak tekintettük és tekintjük, hogy segítsük a családokat a lehetőségeik szerint ebben a nehéz időszakban. Óvodapedagógusaink április 2. felétől az óvodai online zárt közösségi csoportokban életkori sajátosságoknak megfelelő tevékenységeket kínáltak a gyermekek számára. Elindult és működött a digitális óvoda. Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak a szülőknek az együttműködését, akik jó szívvel fogadták ezt a lehetőséget, és kellő szorgalommal, kitartással, partnerként álltak ehhez a feladathoz. Intézményünk ebben az időszakban készült, és folyamatosan készül a nyári nyitásra. A csoportszobák fogadásra készek, konyhakerttel és kresszparkkal bővült az óvoda udvara, amelyben örömüket lelhetik a gyermekek a nyári időszaktól. Óvodánk a tervezettek szerint nyári ügyeletet biztosít. Az igényeket folyamatosan felmérjük és nyomon követjük. Ezúton is szeretném megköszönni kollégáim munkáját, hisz a nevelőtestület és a Dajka nénik is rugalmasan, több feladatot ellátva teljesítik feladataikat. Szeretnék hozzátok szólni, kedves Bárányka csoportos, iskolába készülő ovisok. Sok örömteli pillanatot élhettetek meg az óvodában. Játszva tanulhattatok, de most már itt az idő. Vár az iskola, a sok betű, a szép könyvek és a kedves tanítónénik. Kívánjuk, hogy velük is legalább annyi boldog pillanatot éljetek meg, mint ahogy az óvónénikkel tettétek. Kívánok nektek sikeres kezdést, jó tanulást, kellő szorgalmat. Az óvodai ballagás ez évben más formát ölt, azonban a személyes búcsúzás nem marad el. Ma délután 4 órakor szeretettel várjuk a búcsúzó óvodásokat és egy fő kísérő szülőt. Nagy tiszteletű asszony Piroska és Erika óvónénik várnak benneteket nagy szeretettel az óvoda udvarán egy megvendégelésre. Kívánok mindenkinek jó egészséget, kitartást, várunk vissza benneteket, kedves Betlen óvodások. Életetekre, családotokra Isten gazdag áldását kérem. Balla Piroska, óvónéni búcsúzik. Ti voltatok a kiskertem, benne magok, bújva csendben. Minden napon öntözgettem, kiskertemet szeretgettem. Jó szóval és biztatással, sok mesével és játékkal ismerkedtünk a világgal. Így nőttetek évről évre, kicsi magból már növényke. Voltak néha zivatarok, kisebb gondok, nagyobb bajok. Szívünkben élt a szeretet, így tűntek el a fellegek. Elbúcsúzunk most tőletek, nagyobb vagytok, megnőttetek. Egy ölelés, egy simogatás, óvodásból lesz iskolás. És ha néha erre jártok, kiskertemben szép virágok, mindig vár az óvodátok. A búcsúzás mindig egy kicsit szomorú. Ezért, báránykások, én nektek ajándékba egy kis vidámságot hoztam. Vörös Sándor, sehol se lát dömötör. Sehol se lát dömötör, buta volt, mint 6 ökör, mert ez a sehol se lát kerülte az iskolát.
Azt gondolta, hogy a pék hálót szövi rég, és kemencét fűt a fók, ottan sülnek a cipók. Azt gondolta, szűcs az ács, az abszalmát sző a takács. Sziklát aszal a szakács, libát patkol a kovács. Míg más olvasott, megírt, ő csak ordítani bírt. Megette a könyvlapot, s utána tintát ivott. Csak azt mondom, Dömötör, buta volt, mint ha tökör, mert ez a sehol se lát, kerülte az iskolát. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és sem él, a szeretet mindennél többet él. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és sem él, a szeretet mindennél.